Utolsó mérkőzésére készül a vízilabda élvonal alapszakaszában a Panergy Miskolci Vízilabda Klub. A szombaton 18 órakor a Kemény Dénes uszodában kezdődő találkozón Eger együttese lesz az ellenfél. A mérkőzésnek miskolci szempontból nincs tétje, de annál inkább van az egrieknek, ám ettől függetlenül hazai medencében győzelmet vár csapatától Vidumanszky László vezetőedző. Az utolsó simításokat végzik a miskolci pólósok a szombati Eger elleni bajnoki találkozó előtt. A sorsolás szeszélye folytán a Kemény Dénes uszodában a szomszédvárak csatájával zárul az alapszakasz a vízilabda OB1-ben. Bármilyen eredmény is születik majd, sem feljebb lépni, sem pozíciót veszíteni nem tud a miskolci együttes. Ugyanakkor nagy a tét az egriek szempontjából, hiszen ők akár még a legjobb 8 közé is bejuthatnak. Éppen ezért igazi presztízs csatára számít a hazai szakvezető. Itt a alap az, hogy nem mi vagyunk az, akinek kell építkezni. Mi vagyunk az, aki fogunk rombolni, és próbáljuk kihasználni, a Egernek kell menni az eredmény után, nekik kell kitalálni valami újat vagy okosabbat, és ha hibázik, akkor mi fogunk egyetlen büntetni. A rájátszás utolsó alapszakasz mérkőzésére úgy készülhetnek a játékosok, hogy miután a győzelmi kényszer az ellenfél vállát nyomja, felszabadultan pólózhatnak. Vélekedett az esélyekről a hazai vezetőedző. Hazai medencében pedig természetesen a győzelem megszerzése a célkitűzés. Itt már ilyen mérkőzéseken nem fér bele az, hogyha helyzeteket puskázunk előbb, mert az hátul meg fogja büntetni az Eger. Egy komplett jó csapat, minden poszton rutinos játékosokkal rendelkeznek. Mi ezt a fiatal brigantiságunkkal próbáljuk meg majd kiküszöbölni. Sélei Rauser domokos szerint a csapat heti edzés munkájára jó hatással volt a Pécs elleni elveszített hazai bajnoki, ami kellően dacossá tette a játékosokat, és ösztönzőleg hatott az Eger elleni bajnoki felkészülésre is. A Kemény Dénes uszodában szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzést élőben tekinthetik meg a Miskolc Televízióban és a Minap Facebook csatornáján is.